Köszöntöm Önöket, ez a Pannon Televízió híradója, október 27-e, Szabina napja van. 259 éve született Kazinczy Ferenc író, költő, a magyar nyelvújítás vezéralakja. 164 éve Bácsvárosában megszületett Déri Miksa mérnök, elektrotechnikus. Most pedig lássuk, mivel foglalkozunk ma a híradóban. Először csak röviden. Elhelyezték a Magyar Művelődési Központ alapkövét Palicson. Díjazták a külhoni magyar tudósítók elmúlt évben készült alkotásait Szabadkán. Elkezdődött a délvidéki magyar színjátszás napjának rendezvénysorozata. Virágba borultak a temetők a Mindenszentek és a Halottak napja előtti hétvégén. Elhelyezték a Magyar Művelődési Központ alapkövét Palicson. Az építkezés a színes együttműködés elnevezésű határon átnyúló szerb-magyar IPA projekt keretében valósul meg, amely magában foglalja a Mórahalmon jövő év februárjában átadásra kerülő Kóló Szerb Művelődési Központ kiépítését is. A palicsi kultúrház 800 négyzetméteres lesz, és várhatóan a jövő év nyarának végéig elkészül. A Szabadkai Zeneiskola növendékeinek előadásában felcsendült a szerb, majd a magyar himnusz. A történelmi csúcson lévő szerb-magyar viszonyokra való tekintettel a tartományi kormány mindent megtett annak érdekében, hogy ez a projekt megvalósuljon, emelte ki köszöntő beszédében Nebojsa Vojnovics, tartományi regionális fejlesztési altitkár. Danas smo se ovde okupili da položimo kamen temeljac izgradnje mađarskog kulturnog centra u okviru Interreg IPA CBC ili vam prekogranična saradnja između Mađarske i Srbije. A közös beruházás összértéke 3.177.000 euró, amit uniós forrásból fedeznek. Duka Félix, a Mórahalmi Egymásért Egyesület elnöke, a közös projekt keretében az ottani Kóló Szerb Kultúrközpont kiépítésére utalva azt mondta, a kóló és a csárdás ritmusa nem egyforma, de ha közösen táncolják, össze lehet hangolni a lépéseket, és együtt lehet mulatni. Évszázadok óta azt tartják, hogy a határok elválasztják egymástól az embereket, kezdte beszédét Bogdan Labán, Szabadka polgármestere. Sledeći politike naših vlada, predsednika Vučića i premijera Orbana, mi u Subotici na to gledamo drugačije. Umesto da granici dopustimo da nas deli, mi gradimo mostove koji nas povezuju. Jer imamo mnogo zajedničkog. Zajedničku viziju, zajednički cilj. Prekograničnu kulturu, prekograničnu ekonomiju. A palicsiaknak örömünnep a mai nap, emelte ki Horváth Tíme, a Szabadka alpolgármestere, aki egyben a projekt menedzsere is. A palicsiaknak már régóta szükségük volt egy kultúrházra, ahol a palicsi művelődési egyesületeink, ahol a palicsiak, a lakosok el tudnak jönni, és különböző kulturális programokban tudják örömüket lelni. Hozzátette, a közös projektnek köszönhetően a magyarok és a szerbek egymás kultúráját is könnyebben tudják megismerni, ezáltal pedig a turisztikai és a gazdasági együttműködés is fellendülhet az elkövetkező időszakban. Szakály József plébános megáldotta az alapkövet. Ezzel a mai ünneplésünkkel, testvéreim, Isten segítségét kérjük, hogy ezt az építkezést eredményesen vigye a kívánt befejezésre, az itt dolgozókat mindenkor védelmezze és oltalmazza minden bajtól. Miután a plébános megáldotta, a vendégek elhelyezték a Magyar Művelődési Központ alapkövét, és hivatalosan is elkezdődött az építkezés. Az alapkő letételen jelen volt Nógrádi Zoltán, a partnerváros Mórahalom polgármestere is. Nagyon-nagyon örülünk annak, hogy az alapkőletétel megtörtént, hiszen ezzel jött létre az egyensúly a határ két oldalán, amelynek nagyon fontos célkitűzései vannak az intézményesített együttműködésben. A Mórahalmi Szerb Kulturális Központ a készültségének kétharmadában áll. Szeretnénk a téli időszakra teljesen lezárni az épületet és a belső építészettel foglalkozni, mind a szakrális térnek, tehát az imahelynek, mind pedig a kulturális tereknek a kialakításában. A Mórahalmi épületet várhatóan 2019. februárjában adják át. A közös projekt a határ mentén élő népek szülőföldön maradásához és boldogulásához is hozzájárul majd, emelte ki Nógrádi Zoltán.
A Palicsi Magyar Kultúrközpont kiépítésével csaknem 7000 palicsi polgár több évtizedes álma valósul meg. Az építkezés tehát megkezdődött. Előreláthatólag 2019 nyaráig be is fogják fejezni az épületet. A Magyar Közmédia Kárpát-medencei tudósítóinak találkozóját ezentúl minden évben Szabadkán szervezik meg, jelentette be Pásztor István. A VMS elnöke volt a tiszteletbeli házigazdája háromnapos összejövetel péntek esti díjátadó gálájának, ahol az elmúlt egy évben a külhoni magyar tudósítók által készített legjobb televíziós és rádiós alkotásokat díjazták. A Pannon RTV Szól a Kakas című a zsinagógáról szóló dokumentumfilmje külön díjban részesült. Az idei tudósítói találkozó versenyprogramjába több mint 100 rövidfilmet, dokumentumfilmet, illetve rádiós alkotást neveztek be. Az első körben a zsűri nagyjából 60 produkcióra szűkítette az alkotásokat, majd pedig a Pannon Médiaházban a döntőben tulajdonképpen 30 alkotást mutattak be, illetve hallgattak meg. Ezek közül kerültek ki a győztesek. A dokumentumfilmek kategóriájában Szabó Attila, a Magyar Közmédia Székelyudvar helyi tudósítójának Fába vésett történelem című alkotását találta a legjobbnak a szakzsűri. A 700 ezer forintos pénzjutalommal járó díjat Pásztor István adta át a szerzőnek. Filmje egy 500 éve alkotó népi bútorfestő dinasztia történetét mutatja be. Arra voltunk kíváncsiak, hogy egy éven keresztül hogy él egy ilyen család, mennyire az ősök szellemiségének megfelelően él, és azt bizonyították előttem, hogy igenis lehet úgy is élni, és jól élni, mind a mai nap Európában, Székelyföldön, hogy az ősök szellemiségének megfelelően élünk és alkotunk. Dobos Menyhért, a Duna Média Szolgáltató vezérigazgatója adta át a 400 ezer forintos pénzjutalommal járó első díjat Egyedi Zsoltnak és Bernadettnek az Amíg a korong forog című rövidfilmjükért. A romániai Párcium térségéből tudósító alkotópár a mindennapi munkája során is igyekszik egyedi embereket bemutatni. Pont egy ilyen családról szól a mi filmecskénk, egy fazekas családról, akik egy szórványtelepülésen élnek, ami nagyon híres fazekas központ volt, viszont kihaltak. Nem foglalkozik már csak ez az egy család ezzel a népi mesterséggel, és próbáltuk ezt még elcsípni, még bemutatni addig, amíg nem hal ki. A rádiós díjakat Balog László, a Közszolgálati Közalapítvány kuratóriumának elnöke adta át Olá Gál Elvirának. A Kossuth Rádió csíkszeredai tudósítója a moldvai Csángó közösség mindennapjairól készített riportot. Nagy patak, ez egy Bákótól, tehát a Kárpátok túloldalán lévő településről készült ez a riport. Arról, hogy hogyan élnek, melyek a gondjaik, mik az értékeik, van ott egy régi 400 éves fatemplom. Sikerült megszólaltatni a plébánost, aki még történetesen magyarul is beszélt, mert hogy itt Budapesten is teljesített szolgálatot. Úgyhogy így sikerült, vagy próbáltam meg bemutatni ennek a csángó magyar közösségnek az életét. Médiaházunk főszerkesztő helyettese Loboda Árpád Szól a Kakas című a szabadkai zsinagógáról szóló dokumentumfilmje külön díjat érdemelt ki. A szabadkai zsidóság és a zsinagóga sorsát mutatja be a film. És utána a 2000-es évek, a 2010-es évek, azok az idők, amikor a magyar kormány úgy döntött, hogy felújítja a zsinagógát, és ez a szabadkai zsidó közösség is meg tudott maradni, és ez a szabadkai zsidó közösség is abból az elsorvadásból talán az új zsinagógának köszönhetően ki is tud lépni. Az egész Kárpát-medencéből kiváló alkotások kerültek be a versenyprogramba, mondta Ambrus Attila, a szakzsűri tagja. Nagyon sok alkotás történelmi témát dolgoz fel, néprajzos témát, de ugyanakkor megjelentek azok az események, azok a rendezvények, amelyek a mai kárpát-medencei magyarságot közvetlenül foglalkoztatják, így a család, a gyereknevelés, az óvodai nevelés, ről is készültek filmek, ugyanakkor a hátrányos helyzetűek életéről is készültek filmek. A Magyar Közmédia Kárpát-medencei tudósítóinak találkozóját ezentúl minden évben Szabadkán szervezik meg, jelentette be Pásztor István, a péntek esti díjátadó gála tiszteletbeli házigazdája.
Úgy döntött a kuratórium, hogy addig, ameddig ezt a döntését nem vizsgálja fölül, addig a mindenkori tudósító hálózati találkozó itt fog lenni mi nálunk Szabadkán a Pannon Rádió Televízióban. A VMS elnöke hozzátette, a Pannon RTV méltó határon túli szervező és házigazda, amely az elmúlt években egy komoly médiaházzá nőtte ki magát. Dél-Bánátban is minden magyar tannyelvű első osztályba induló kisdiák megkapta a Rákóczi Szövetség idei ösztöndíját. Szülők és gyerekek fogadták a szövetség képviselőit Ürményházán, Székely, Kevén és Torontálvásárhelyen. Ürményházán a zicsifalvi Duszitei Obrádovics általános iskola kihelyezett tagozatán 4 elsős kisdiák kapta meg a Rákóczi Szövetség ösztöndíját. Nekünk nagyon sokat jelent, hogy ide figyelnek ránk, mert mi vagyunk itt a környéken az egyetlen magyar község, mondhatjuk nyugodtan. A községünkben itt a 13 faluból az egyetlen magyar iskola itt létezik, és nagyon-nagyon kevés magyar van a környéken. Székely Kevin a küldöttséget az iskolás gyerekek műsorával fogadták. Az ösztöndíjakat itt 6 helyi és egy udvarszállási elsősnek kézbesítették. Én 4 évenként kapok elsősöket, persze, ugye kivezetjük elsőtől a negyedikig, úgyhogy ez a második alkalom, hogy én vagyok itt, mint tanítónő, de minden évben megjelennek persze szíves ajándékukkal. Torontálvásárhelyen 14 kisdiák örülhetett a kézbesített pénzadománynak, a szülők is elégedettek. Mint szülő úgy érzem, hogy egy nagyon nagy segítség anyagilag a családnak, másként mint tanító pedig nagy örömmel látom azt, hogy a gyerekek mosolyjal fogadják mindezeket az ajándékokat. A Rákóczi Szövetség 2013-ban indította be Vajdaságban a beiratkozási ösztöndíj programját együttműködésben a Magyar Nemzeti Tanáccsal. Céljuk, hogy a magyar oktatást népszerűsítsék. Ez egy jelképes ösztöndíj, hiszen csak 10.000 forintról van szó, de ugyanakkor egy óriási összefogást is jelképez, hiszen több száz magyarországi önkormányzat, magánemberek, magánvállalatok fogtak össze, hogy itt a délvidéken, Vajdaságban a mai nap, illetve a következő napokban több száz magyar elsős részesüljön ebből az ösztöndíjból, és egyfajta jelképes készfogás, köszönet szeretne lenni mindazok felől, minden a támogatók felől a szülők felé, hogy igenis jól döntöttek, köszönjük a döntésüket, hogy őrzik a magyar nyelvet, őrzik a magyar iskolát, és gyermeküknek magyar iskolát választottak. Közép- és Dél-Bánát 6 településének látogatása során a Rákóczi Szövetség képviselőit végigkísérték a magyar összefogás jelöltjei is. Zséli Ágnes, Bacsik Lőrinc Natália és Molnár Attila. Nagyon szépen fogadtak a szülők, gyerekek, szép műsort készítettek a tanítókkal. Megláttuk az iskolákat, a körülményeket, hol tanulnak, és gondolom, hogy a szülőknek ez nagy segítség. Nem annyira pénzileg, amennyire lelkileg. Lelkileg, mert tudják, hogy valaki gondol rájuk. A Rákóczi Szövetség Kárpát-medence szerte számos módon támogatja a magyar tannyelvű iskolás gyerekeket ajándékcsomagokkal, ösztöndíjakkal, valamint kirándulásokkal és egyéb rendezvényekkel igyekeznek segíteni a magyar gyerekek hétköznapjait. Még az idén együttesülés tart a szerb és a magyar kormány, az ülést az egyik vajdasági városban tartják, megjelentette be Ana Brnabić. A szerb kormány fő ismételten hangsúlyozta, a két ország együttműködése és viszonya soha nem volt még ilyen jó. Ana Brnabić azt is megjegyezte, hogy a vajdaságban működő nemzeti tanácsokkal a legjobb az együttműködés a többi szerbiai nemzeti tanácshoz viszonyítva. A világ legnagyobb repülőterét nyitják meg hétfőn, október 29-én Isztambulban, a török metropoliszban, a megnyitón Alekszandár Vučić is részt vesz. A szerb államfő Recep Tayyip Erdogan török államfő meghívására utazik a városba. Ez lesz idén az 5. alkalom, hogy a szerb és a török államfő találkoznak, írja a Tanjug. A szerb ortodox egyház ma ünnepli Szent Paraszkéva nagyvértanú napját. Szent Paraszkévát a nők védelmezőjeként, a szegények és a betegek segítőjeként tartják számon. A hívek ezen a napon egészségükért imádkoznak, a betegségek és egyéb sorscsapások ellen kérnek oltalmat.
Jelentősen drágultak a lakások Szerbiában, a közmédia tudósítása szerint az új építésű ingatlanok négyzetméterre 25%-kal került többen, mint 2013-ban. Belgrádi példán keresztül szemléltetik a drágulást, mint írják, ez annak is köszönhető, hogy a lakásépítési kedv rendkívüli módon megnövekedett az elmúlt időszakban, rekordszámú építési engedélyt adott ki az illetékes hatóság. A kimutatások szerint az idei év első 8 hónapjában a lakáspiacon 1,6 milliárd eurós forgalom valósult meg. Szakemberek szerint a piac növekedése részben annak is köszönhető, hogy a korábbiakhoz képest lényegesen kedvezőbb lakáshiteleket kínálnak a bankok, az emberek pedig kihasználják ezeket a lehetőségeket és hosszú távú befektetésként tekintenek az ingatlan vásárlásra. Letartóztattak 4 személyt, akiket azzal gyanúsítanak, hogy végrehajtották, illetve segítettek végrehajtani az NLB Bank Topolyai fiókintézetének kirablását, írja a Vajdaság ma. Alapos a gyanú, hogy az újvidéki 1945-ös születésű FK a bankfiók dolgozóit október 26-án a reggeli órákban arra kényszerítette, állítólag fegyverrel, hogy átadják neki a pénzt, és így elvitt 13,6 millió dinárt, 52.530 eurót, 4.850 amerikai dollárt, 300 svájci frankot és 460 angol fontot. 3 topolyai szemét pedig azzal gyanúsítanak, hogy az elkövetőt segítették a rablás végrehajtásában. A rendőrség a pénzt is megtalálta a város egy távolabbi helyén elrejtve. Az ügyészség a gyanúsítottak 48 órás őrizetbe vételét indítványozta, majd bűnvádi feljelentést tett a Szabadkai Felsőfokú Bíróságon. Pénteken, október 26-án az NLB bankfiókba a nyitás után bement a személyzet után egy idősebb férfi, és arra kényszerítette az ott dolgozókat, hogy pénzt adjanak át neki. Ezt követően a vasútállomás irányában gyalogosan eltávozott. Az eset során senki sem sérült meg, a rendőrség azonnal a helyszínre érkezett, és nagy erőkkel megkezdte az ügy felderítését. 30 napos előzetes letartóztatásba helyezték azt a 37 éves férfit, aki a napokban feltételezhetően egy kiskorú lányt bántalmazott egy belgrádi villamoson. A kihallgatását követően elrendelték a férfi elmeállapotának kivizsgálását is. Az erőszakos esetet egyébként a biztonsági kamerák is rögzítették. A felvételen, amely az internetre is felkerült, látszik, ahogyan a férfi rátámad a 15 éves lányra, miközben az védekezik ellene. Ezek után a lányt az ablakhoz szorítja és erőszakoskodik vele. A többi utas egyébként nem reagált semmiképp sem az eseményre, nem segítettek a lánynak, a sofőrnek sem szóltak, illetve a rendőrséget sem értesítették az erőszakról. Őrizetbe vettek egy embert a szövetségi hatóságok pénteken az amerikai demokrata párti politikusoknak, illetve Donald Trump elnököt bírálóknak küldött csőbombák ügyében, közölte az amerikai igazságügyi minisztérium. A gyanúsítottat Miami térségében állították elő. Az 56 éves New Yorki születésű Cesar Sayoc büntetett előéletű 2002. augusztusában Floridában elítélték, miután pokolgéppel fenyegette meg egy floridai cég képviselőjét. Korábban az 1990-es években lopásban és orgazdaságban találták bűnösnek. Donald Trump pénteken a Fehérházban megerősítette, hogy őrizetben van a csőbomba ügy egyik gyanúsítottja, és közölte, hogy a törvény teljes szigorával vonják majd felelősségre. 48 évet kaphat. Nézzük, mivel foglalkozunk még a híradó folytatásában. Különleges, játékos, rajzos órákat tartottak ma a magyar kanizsai általános iskolásoknak. Esőre és erős, helyenként viharos szélre számíthatunk holnap. A délvidéki magyar színjátszás napját rendezvénysorozattal ünnepeljük Szabadkán. A vajdasági hivatásos és amatőr színjátszás legrangosabb ünnepének keretében pénteken a Szabadkai Népszínház magyar társulatának vendégeként a bécsi Ensemble ohne Grenzen társulat játszott a Jadran színpadon. A társulat határok nélkül elnevezésű magyar színházi társulás a bécsi magyar közösség kulturális életének szereplője. A Szabad Ötletek után Szabadon című előadások alapjául József Attila Szabad Ötletek jegyzéke és más vendégszövegek szolgáltak. Ezt én szerkesztettem, ilyen formában én hoztam össze a szöveget. Lehet ezt új szövegnek is mondani, ezáltal, hogy bizonyos sorrendben egy új értelmet ad a szövegrészeknek az egész. A darab egy önvallomás, ami a mai élet problémáira reflektál.
A monodráma egyik legnehezebb színházi műfaj, fizikailag és lelkileg is kimerítő. Én szeretem, és egyébként szeretek olyan előadásokat készíteni, ami személyesen is érint engem. Persze nagyon szeretek Mágnás Miskát is játszani, szeretek karaktereket magamra ölteni, de valahogy nekem az a színház csinálás ezek szerint most már a gyakorlat is bebizonyítja, valahogy jobban fekszik. Nem is az, hogy fekszik, hanem én jobban szeretem, hogyha a színpadon azért magasabb százalékban én tudok lenni. Az előadást ma este Zentán láthatják. Szabadkán felolvasó estel folytatódik ma a Délvidéki Magyar Színjátszás napjának rendezvénysorozata a Daniló Kis Ifjúsági Klubban. A helyszínen van kolléganőm, Husnyák Andrea, aki Verebes Ernő drámaíróval, dramaturggal beszélget. Andrea, tiétek a szó. Szervusz, üdvözlöm a nézőket! A Szabadkai Népszínház Magyar Társulata évről évre meghirdeti a drámapályázatot, és a Színház Választó Bizottsága idén is két drámát választott felolvasásra. Az egyik Nomádföldi László thriller című drámája, a másik pedig Vukovics Amadeusz Halál közeli élmény című alkotása. A bemutatott drámákat majd beszélgetés követi. Itt áll mellettem Verebes Ernő, a ma esti beszélgetés vitaindítója. Ernő, mennyire hálásak ezek a szövegek, mennyire rendező barátok? És köszöntöm a közönséget, téged is. Erős szövegekről van szó, szövegek olyan értelemben is, hogy a szituáció egy picit visszavonul. Tehát nyilván, hogy nagy rendezői feladat ilyen szintű és elvontságú szövegeket láttatni, megrendezni. Mindazonáltal a verbális színháznak ez a fajtája ma úgy visszatérni látszik. Tehát egyszerűen a szószínház, mint olyan, a szódráma, mint olyan képes pótolni helyenként azt a klasszikus színpadi szituációt, amit egyébként a színházban megszoktunk. Vélemény szerint ilyet fogunk látni. Mi a hozadéka egy-egy ilyen felolvasó színháznak, mint például ez a ma estés? Nagyon sok hozadéka van, hisz a színház csontváza, a láttatott szöveg. Én ezt úgy fogalmaznám, hogy láttatott szöveg, tehát félig vagy picit megrendezett, és azt az anyagot prezentálja, amire épül az egész darab majd. Tehát ez a szövegvilág az, ami irodalomként is definiálja a színházat, hogy ebből később mi lesz egy totális megrendezés során. Ezt nagyon érdekes lenne látni, és hát ez egy ilyen első fázis, amelyet most fogunk hallani és látni is. Így van, tehát ma este a két dráma kerül bemutatásra, ezt követően beszélgetés az alkotókkal és egymással természetesen, valamint a Pataki Gála majd csak hétfő lesz, és ezzel egyben zárul a Délvidéki Magyar Színjátszás ünnepség sorozata. Köszönöm szépen Husnyák Andreának és vendégének. A Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesület 70. évfordulóját ünnepelték Kanizsa Monostoron. Az eseményen közösségi találkozót szervezett a Vajdasági Magyar Szövetség és a Magyar Összefogás. Az évforduló alkalmából kisebb alkalmi műsorral kedveskedtek a falu fiataljai a vendégeknek. Itt születtem én ezen a tájon, az a város születésem. Citera muzsika versek és mondókák is felcsendültek a műsorban. Báló Anna szerint Petőfi Sándor Szülőföldemen című verse sokat elmond az eseményről és a falu életéről. Itt szeretnék maradni Monostoron, cukrász szeretnék lenni, és a családom és a barátaim körében szeretnék leélni az életem. A Művelődési Egyesület kevés lakos ellenére tartalmas múltra tekint vissza, helyet ad különféle nyári táboroknak és kisebb rendezvényeknek. Amióta én itt vagyok, színdarabokat tanultunk, és magas szintövékhez is vittük, mert számlén is részt vettünk Nesvácon. Az utóbbi időben sajnos, ahogy elfogyunk, nincs
semmi tevékenységünk. Az eseményen a Magyar Összefogás jelöltjei elmondták, a 70 éves évfordulónak közösségformáló ereje van. Mindannyiunknak van egy gyönyörű tarisznyánk, ebben rengeteg hagyomány belefér, rengeteg mese, népdal, citera muzsika, és minden ilyen összejövetel azt hiszem, hogy egy nagyon-nagyon komoly erő, amely megtartja a közösséget. A közösségi találkozó alkalmával a résztvevők hangsúlyozták, hogy az MNT és a VMS a jövőben is igyekszik majd közös erővel segíteni és támogatni a faluban élők mindennapjait. Magyarok Vajdaságban a Nemzetépítés lehetőségei címmel tartottak közösségi találkozót Bácskosútfalván. A fórumon részt vett Zsigmond Barna Pál, a Fidesz parlamenti képviselője, aki arra buzdította a vajdasági magyarságot, hogy minél nagyobb számban éljenek szavazati jogukkal november 4-én, és támogassák a Magyar Összefogás jelöltjeit. A magyar kormány, illetve a Magyar Nemzeti Tanács támogatásával számos projekt valósult meg Bácskosútfalván is, mint a sportpálya, a templom, a színház és a művelődési ház felújítása. A jövőre nézve is konkrét tervekkel rendelkeznek főként az oktatás és a kultúra terén, mondta Fazekas Róbert, a Bácskosútfalvi helyi közösség tanácselnök helyettese, a Magyar Összefogás jelöltje. Az iskolára, az óvodára, a művelődési házra, az értelmiségi fórumra szeretnénk koncentrálni, és azt gondolom, hogy ez mellett még ami hangsúlyos volt, bár nem kimondottan az MNT-hez kötődik, de a Nemzeti Együttműködés rendszerének egyik kiemelt része, a turizmusfejlesztési stratégia, amelyben ez a térség Kossuth-Falva, illetőleg Pacsér kimondottan érdekelt. Határoktól függetlenül mi magyarok egymásra vagyunk utalva, és csak akkor van jövőnk, ha összetartunk, ha a világ azt látja, hogy erőt sugárzunk, hangsúlyozta az összejövetelen Zsigmond Barna Pál. A Fidesz parlamenti képviselője kiemelte, az elmúlt vérzivataros időket követően még nem volt ilyen erős és összetartó a kárpát-medencei magyarság. Most valóban kegyelmi helyzetben van a vajdasági magyarság. Egyrészt jó a magyar-szerb viszonyrendszer, másrészt kitűnek a magyar-magyar kapcsolatok, és hál' Istennek a vajdasági magyarság úgy érezheti, hogy most róla szólnak ezek az évek. Ahhoz, hogy ez így maradjon, és tovább tudjunk építkezni, tovább tudjuk egymás kezét fogni, ahhoz fontos az, hogy éljünk a lehetőséggel, és menjünk el szavazni, és a magyar összefogásra adjuk le voksunkat. Az est folyamán bemutatkozott Ternovász István újságíró és Losonc Dávid jogász, a Magyar Összefogás jelöltjei. Az eseményen részt vett Kovács Elvira, a VMS alelnöke, Pásztor Bálint, a VMS parlamenti képviselője, továbbá Kislinder Gábor Topolya polgármestere. Egyébként kihasználom ezt a lehetőséget is. Civil szervezetek képviselőivel tárgyaltak tegnap este a Magyar Összefogás jelöltjei Óbecsén. A találkozón az egyesületek működését támogató pályázati lehetőségekről és a Magyar Nemzeti Tanács terveiről beszélgettek a résztvevők. Hagyományápolás, természetvédelem, oktató programok. Csak néhány azok közül a tevékenységek közül, amelyeket civil szervezetek végeznek Óbecse község területén. Ezeknek a szervezeteknek a képviselőivel találkoztak pénteken este a Petőfi Sándor Magyar Kultúrkörben a Magyar Összefogás jelöltjei. Az MNT pályázatain rendszeresen pályázunk, és ez nagyban elősegíti azt, hogy egyesületünk működni tud, vagy pedig valamilyen műsort, programot meg tudunk valósítani. A megbeszélésen a támogatási lehetőségekről is a Magyar Nemzeti Tanács előtt álló feladatokról esett szó. Nagyon fontos számunkra, hogy terepre jöjjünk a közösséghez, és a közösség fogalmazza meg az igényeit a Nemzeti Tanács felé, mi pedig ezeket igyekszünk a lehetőségeinkhez képest teljesíteni. A találkozón az óbecsei listajelöltek Györe Decsov Emese és Bolya András is részt vettek. Különleges játékos rajzos órákat tartott ma a Magyar Kanizsai Általános Iskolás gyerekeknek Vámos Robi, a Magyarországi Gyémántbogár Program alapítója és vezetője. A Magyar Kanizsai Regionális Szakmai Pedagógus Továbbképző Központ szervezésében 35 alsós gyerek és kísérő tanítóik vettek részt a programban. Minden sikerült! Vámos Robi interaktív órájának fő célja az volt, hogy a gyerekek felszabadultan, játékosan nyíljanak meg a foglalkozáson. Rekecki Jázmin, második osztályos tanuló, sok új élménnyel tért haza. Nekem minden nagyon tetszett, és ebből nagyon sok mindent meg lehetett tanulni, például, hogy bármit megtehetünk, hogyha hiszünk magunkban, vagy bármiből ki lehet hozni bármit, és a semmiből is bármit meg tudunk tenni. A program nem csak a gyerekeket célozza meg, hanem a pedagógusoknak is segítséget nyújt az oktatásban, valamint az osztály fejlesztésében. Azt gondolom, hogy egy osztályközösség építésében
akkor vagyunk sikeresek, szerencsések, hogyha olyan gyerekeink vannak, akik önmaguk is értékelni tudják önmagukat. A foglalkozásoknak közösségépítő, szemléletformáló és legfőképpen személyiségfejlesztő célja van, így a hangsúly az önismeret fejlesztésére irányult. Leginkább az önértékeléseket szoktam fejleszteni különböző rajzos feladatokkal. Azt szoktam csinálni, hogy a gyerekek úgy ragyogjanak, amennyire csak lehetséges, és erre készültem, és ez is lett. Tehát, hogy itt egy nagyszerű osztály volt, igazi kincsekkel tényleg, és én azt szoktam csinálni, hogy ezek a kincsek ezek tényleg előkerüljenek, és merjék megmutatni magukat. A Magyar Kanizsai Regionális Szakmai Pedagógus Továbbképző Központ szervezésében valósult meg a program, és az ősz folyamán több korcsoportnak is szerveznek hasonló foglalkozásokat. Úgy bontottuk fel a csoportokat, hogy az alsósoknak, úgymond a tanítónők kérésére, tehát olyan hiánypótló szerepe van ezeknek a foglalkozásoknak, amelyek a munkájukat megkönnyítik. A felsős diákoknak pedig lelkes pedagógusok tartanak heti két alkalommal rendszeres foglalkozást, szintén az önismeret témájában. A program megvalósulását a tartományi oktatási, jogalkotási, közigazgatási és nemzeti kisebbségi, nemzeti közösségi titkárság támogatta. Már virágdíszben pompáznak a sírkertek néhány nappal Mindenszentek és Halottak napja előtt. Szombat délelőtt sokan kilátogattak a palicsi temetőbe, és elhunyt szeretteik sírjait rendezték és friss virágot vittek. A virágüzletekben megnőtt a forgalom, a kínálat pedig igazán gazdag. Szép fényében tündököl a palicsi temető, Mindenszentek és Halottak napja közelettével, a legtöbben már rendbe tették elhunyt szeretteik örök nyugóhelyeit, sokfelé frissen elültetett virágok vannak, illetve a síremlékek meg vannak tisztítva és körül vannak gerebjézve. Sokfelé frissen elültetett virágok vannak, illetve a síremlékek meg vannak tisztítva és körül vannak gerebjézve. Gyermekeivel együtt látogatott ki Baka Anna szombat délelőtt a palicsi temetőbe. Mivel a gyerekeim is hazajöttek hétvégére, mert egyetemre járnak, és nem biztos, hogy haza tudnak a jövő héten jönni, pont Mindenszentekre, így úgy gondoltam, hogy kijövünk a tatához, édesapámhoz, meg a többi rokonokhoz, és akkor a sírokat rendbe tegyük egy kicsit. A sírok körül frissen ültetett krizantémokat látni, a vázákban pedig szaporodnak a virágok. Slavica Brodanov minden héten rendszeresen kijár a palicsi temetőbe, most Mindenszentekre és Halottak napjára készül. Akkor én beteszem először a virágokat, egy kicsit elbeszélgetünk, imádkozok, és akkor megyek tovább. Körmpotics Rúzsa is kihasználta a kellemes szombat délelőtti napsütést. Egy kis virágot hoztam ki a sírokra, kicsit letakarítani, száraz virágot kidobálni, még most jó az idő, megengedi, még nem lesz első vagy valami, addig ezt megcsináljuk, és akkor megyünk a másik temetőbe. Egész nap nagy volt a jövésmenés a palicsi temetőben, szépültek, virágdíszbe borultak a sírhelyek. Nagy a forgalom a virágüzletekben is, a választék is egyre bővebb Mindenszentek és Halottak napja közelettével. A cserepes krizanténok azok 100 dinártól 400 dinárig, a vágottak lesznek 40, 50, 60, 80, 100 és 150 az extra nagyok. Vannak különféle kis temetői koszorúk, illetve temetői ikebanák is. Igen, az ikebanák a legolcsóbbak, azok 250 dinártól indulnak, azok a kétszálas kremisztek. A temető koszorúk azok pedig 300-tól fölfelé. Kelendők a mécsesek is, amelyek 60, 100, illetve 200 dinárba kerülnek. Ingyenes autóbuszt indít idén is a Vajdasági Magyar Szövetség a csurogi megemlékezésre. Az esemény október 28-án 14 órakor kezdődik. A buszjárat délben indul Kelebiáról, a határátkelőhöz legközelebb eső busz megállóból. Ez az autóbusz Szabadkán a Népkör előtt 12 óra 15 perckor veszi fel az érdeklődőket, helyet foglalni a 024 553 801-es telefonszámon lehet. Holnap hajnali 3 órakor indul a téli időszámítás, az órákat hajnali 2 órára kell visszaállítani. A nyári időszámítás Európában egységesen elfogadott rendszer, amelyben a helyi időhöz képest egy órával előre állítjuk az órákat. A módszer azon alapul, hogy a lakosság szokásos ébrenléti ideje minél inkább egybeessen a természetes világosság idejével, és egyes szakemberek szerint így villamos energiát lehet megtakarítani. Egyébként nemrégiben az Európai Bizottság arról döntött, hogy 2019. októberétől eltörli az évente kétszeresedékes óraátállítást. A tagállamoknak áprilisig van idejük dönteni, hogy a nyári vagy a téli időszámításhoz tartják magukat. Az átállítás eltörléséhez Szerbia is csatlakozik majd.
Holnap felhős és napos időszakok váltják egymást, késő délutántól egyre több helyen számíthatunk esőre. Erős, helyenként viharos délies széllel meleg levegő áramlik térségünkbe, 19-től 25 fokig melegedhet a levegő. A folytatásban marad a változékony idő az évszakhoz képest magas hőmérsékleti maximumokkal. Szabadkán és környékén 16-22 Celsius fok között mozog a hőmérő higanyszála, és igen valószínű helyenként a heves esőzés. Az előrejelzés szerint szerdáig marad változékony az időjárás, csütörtöktől várható a felhőzet felszakadozása. Jó hír viszont az allergiásoknak, a parlagfű és más növények pollen koncentrációja mindenhol minimálisra csökkent, a következő napokban várhatóan már sehol sem ér el tüneteket okozó szintet. Bácsi Péternek köszönhetően megvan Magyarország első aranyérme a budapesti birkózó világbajnokságon. A házigazdának már minden éremből van egy, mivel Korpási Bálint ezüstérmes lett, ma estére Szerbiának is meg lesz az első érem. Bácsi Péter második világbajnoki aranyéremért lépett szőnyegre a török Emrakkus ellen 82 kg-os kategóriában. A 35 éves magyar birkózó nagyot küzdött, hiszen 3-0-ás hátrányból fordította meg a mérkőzést, és a 2014-es Tashkenti VB után másodszor állhatott fel a dobogó legmagasabb fokára, ezúttal hazai közönség előtt. Magyar közönség előtt ilyen hangulatban, tehát összesen hasonlított a Tashkentihez. Nyilván az is egy nagyon kedves pont az életemben, de nyilván ez semmivel össze nem hasonlítható. Tehát talán még azt mondom, hogy olimpiával sem, mert tényleg ilyen közönség is, és az, hogy tényleg a család és mindenki itt van, lelátom, és nekem szurkolnak, ez fantasztikus. Hasonlóra készült Korpási is a 72 kg-os súlycsoportban a német Frank Stäbler ellen. A magyar versenyzőnek nem sikerült megszerezni második VB aranyát, mivel a német 2-1 arányban legyőzte. Stäbler az utóbbi 4 VB-n harmadik aranyérmét nyerte. Hát az omulott, hogy ugye 5 percig sikerült a megbeszélt taktikát alkalmazom, majd ott egy pillanatra kiadott az agyam, és megcsinálta a karberántását, amivel kitolt, sajnos ezen múlt a mérkőzés. Szerbiának is meg lesz az első érme ma, és lehet, hogy a második is. A 67 kg-os súlycsoport fináléjában Davor Stefanek az orosz Artem Szurkovval küzd az aranyéremért, Friss Krisztián pedig a 60 kg-os súlycsoportban a bronzért. A mai versenynapon a 77 kg-os súlycsoportban Nemes Viktort a 8-at döntőben legyőzte az orosz Csekirkin. A zentai birkózó a Vigaszágon még játékban maradhat, amennyiben az orosz bejut a döntőbe. A hazai közönség előtt birkózó Lőrinc Tamás kiválóan teljesített és bekerült a legjobb 4 közé. A szerb színekben küzdő Mihail Kadzsaja is ott van a legjobb 4 között a 97 kg-os kategóriában. Eddig tartott a Híradó, nap kiemelt hírei jönnek még egyszer címszavakban. Elhelyezték a Magyar Művelődési Központ alapkövét Palicson. Díjazták a külhoni magyar tudósítók elmúlt évben készült alkotásait Szabadkán. Elkezdődött a Délvidéki Magyar Színjátszás napjának rendezvény sorozata. Virágba borultak a temetők a Minden Szentek és a Halottak napja előtti hétvégén. Köszönjük a figyelmüket, a pannonrtv.com weboldalra kattintva még több friss hírt és információt olvashatnak, és riportjainkat is visszanézhetik. Holnap a Pannon Rádióban 9-től délig Best of Pannon reggeli, a Szabadkai Magyar Rádióban pedig Agrárvilág. Csendül a nóta és kívánság műsor várja a hallgatókat. A Pannon Televízióban pedig most kezdődik a Tenyerünkön a világ. Üzbegisztánnal majd lesznek Elfeledett népek, Kamcsatkáról, Kalamár és Zöldőrjárat is mesél a Pannon. A 20 órai híradót követi szombat esti koncertünk az idei Dombos Festről. Frank, tartsanak velünk, szép estét!